Az idősnő elgázolásával vádolt férfi egy rakodógépet vezetett Mögön a főutcán még 2018 telén. A gépre egy útseprő adaptert szereltek, attól nem látott ki elég jól maga elé a vádirat szerint. Az ügyész szerint túl gyorsan ment, azért nem vette észre időben a 84 éves járókerettel sétáló asszonyt, végül az egyik kefével sodorta el. Súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, kórházi kezelése során a Tolna megyei önkormányzatban és a János kórházában 2018. december 26. napján az életét vesztette. A férfi nem ismerte el a bűnösségét az előkészítő ülésen. Azt mondta, nem annyival ment, mint amennyi a vádiratban szerepel, hanem sokkal lassabban. Azt is mondta, nem vette észre, hogy elsodorta az idős asszony, csak egy puffanást hallott. Megálltam 8-9 méterre, odaig is ott néztem, hogy... Tehát akkor megállt és hátranézett, hogy van-e valami esetleg? Miért nem szállt ki, amikor csattanással fölemelte a gémet, elől nincs semmi? Miért nem szállt ki, hogy esetleg ott megnézze, hogy hátul van-e valami probléma, egy oldalt? Nem gondolt el, hogy körbenéz, kiszáll? Az ügyben egyelőre nem született ítélet, a következő tárgyalás májusban lesz. Akkor tanúkat és szakértőket hallgatnak meg.